2014. július 24-én mutatkoztak be az ajkai Fidesz-KDNP képviselőjelöltjei. A személyeket Fenyvesi Zoltán, az ajkai Fidesz-KDNP polgármester jelöltje mutatta be sajtótájékoztató keretében. Az eseményen Fenyvesi Zoltán rámutatott arra minden jelölt esetében, hogy miért járnának jól az ajkai polgárok, ha minden képviselőjelölt bekerülne az ajkai testületbe. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a Fidesz-KDNP pártszövetség sajtótájékoztatóján. Külön tisztelettel köszöntöm a sajtó megjelent képviselőink kívül Polgárdi Imre urat, Horváth Ernő urat és Ékes József urakat. Sajtótájékoztatunkat azért tartjuk, mert tegnapi nappal már köztudottá vált, hogy dr. Áder János köztársasági elnök úr október 12-ére írta ki az önkormányzati választásokat. Úgy gondoltuk, akkor, amikor a sajtótájékoztatót meghitettük, akkor ezt az időpontot még nem tudtuk, de úgy néz ki, hogy jó volt az időzítésünk. Engedjék meg, hogy bemutatkozzam, Fenyvesi Zoltán vagyok, a Fidesz-KDNP pártszövetség polgármester jelöltje. Mai sajtótájékoztatónk legfontosabb momentuma, hogy bemutassuk Önöknek az egyéni képviselőjelölteket. A Fidesz-KDNP helyi csoportjai júniusi értekezetükön döntöttek arról, hogy kik lesznek a Fidesz-KDNP pártszövetség képviselőjelöltjei az őszi önkormányzati választásokon. Ezt a javaslatunkat a megyei választmány, október 3-án pedig az országos választmány jóváhagyta, elfogadta, így a jelöltek hivatalossá váltak. Engedjék meg tehát, hogy a képviselőjelölteket egyenként is bemutassam. Első választókerület ezt Orsók-Berindet jelenti. Képviselőjelöltje Ríder András. Ríder András képviselő úr szabadsága miatt nem tud jelen lenni a mai sajtótájékoztatónkon. Ríder András a választókerület jelenlegi képviselője. 2004 óta egy időközi választás megnyerve lett képviselő, azóta minden választást nagyfölénnyel megnyert. A Orsók-Berindi erdőbirtokosság és a Római Katolikus Egyházközség világi elnöke, a Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola igazgatója. A kettes számú választókerület, ez Bányásztelep, Móra Ferenc utca és a Móricz Zsigmond utca környékét jelenti. A választókerület képviselője jelöltje Hartinger Otto. Hartinger Otto 2009-ben egy időközi választást megnyerve már volt önkormányzati képviselő. Tagja a KDNP helyi elnökségének, a megyei választmánynak. Mérnökként dolgozik a Bakonyi Erőmű ZRT ajkai hőerőműjében. Pénzügyi ismereteire nagy szükség lenne a képviselőtestületben. A harmadik számú választókerület képviselőjelöltje, ez a körzet az Ifjúság utca, Verseny utca, Futó utca és annak környéke, a képviselőjelölt Ravasz Tibor. Ravasz Tibor 16 éve ténykedik Ajka közéletében. 2002 óta önkormányzati képviselő, évek óta a Fidesz helyi alelnöke és tagja a kézilabda klub elnökségének is. Közgazdász, pénzügyi, gazdasági szakember. Szakértelmére a jövőben is számít a pártszövetség és a frakció. A négyes számú választókerület képviselőjelöltje Sándor László. A választókerület a Semmelweis utca, Kossuth utca és Sport utca környékét jelenti. Sándor László a pártszövetség egyik új képviselőjelöltje. Villamosipari, erős áramú végzettségű szakember. A Herendi Porcelán Manufaktúra ZRT dolgozója, vállalkozásban pedig a Diffel társaságkezelő villamossági érintésvédelmi szakembere. Friss erőként számítunk munkájára a képviselőtestületben. Az ötös számú választókerület képviselőjelöltje Nagy Noémi. A választókerület a Béke utca, Tűzoltó utca, a Fő és a Kossuth utca egy részét jelenti. Nagy Noémi szintén új arca képviselőjelöltek között. Lakóhelyén a Tornamenti Lakásszövetkezet közös képviselője, a városban nagy tiszteletnek örvendett dr. Nagy Árpád gyermekorvos leánya. Pedagógus, tanítónő, Halimbai és Nyirádi dr. Szalai Miklós általános iskola igazgatója. A hatos számú választókerület képviselőjelöltje Táncsics Tamás. A képviselőjelölt körzete a Szabadság tér, a Bródi Imre gimnázium és a Vörösmarty gimnázium környéke. Táncsics Tamás 2006 óta a választókerület egyéni képviselője. Lakhelyén a Tornamenti Lakásszövetkezet közös képviselője, a helyi KDNP szervezet elnöke, a párt megyei választmányának tagja, az ajkai képviselőtestületben a KDNP frakció vezetője, az ajkai Burns Kft. Dolgozója, a cég üzemi tanácsának elnöke.
A 7-es számú választókerület képviselő jelöltje Fülöp Zoltán. A választókerület a Kórházdom, Szőlőhegy, Téglagyári utca és a Kinizsi utca környéke. Fülöp Zoltán 20 éve ténykedik Ajka közéletében. A választókerület jelenlegi egyéni képviselője. Eddig valamennyi választást megnyert körzetében. A helyi Fidesz alelnöke és frakcióvezetője. Volt bizottsági elnök, alpolgármester, vállalkozó. Tapasztalatára és szakértelmébe a jövőben is számít a pártszövetség. A 8-as számú választókerület képviselő jelöltje Peternics Mihály. Ez a választókerület a Csikólegelő, Bódi, Csinger és a Kandúlalkótelepet övezi. Peternics Mihály a választókerület jelenlegi egyéni képviselője. Több cikluson keresztül tagja a képviselőtestületnek. A frakcióban a pártszövetség számára fontos kisgazda értékeket képviseli. A helyi csoport alelnöke, Fidesz csoport alelnöke. Újságíróként is tevékenykedik. Az Ajkai Elektronikai Kft. Energetikusa. A 9-es számú választókerület képviselő jelöltje dr. Cili Ernő. A választókerület Bakony-Gyepes és Ajka rendeket jelenti. Dr. Cili Ernő a 2006-os önkormányzati választásokon már volt a pártszövetség képviselő jelöltje. Jogász, ügyvéd, így szakmai tevékenysége révén is sokan ismerik a városban. Jogi végzettsége miatt nagy hasznára lehet a következő képviselőtestületnek. A 10-es számú választókerület képviselőjelöltje Puskás Károly. Ez a választókerület Csékút és Padrak településeket jelenti. Puskás Károly is a pártszövetség új képviselőjelöltje. Gépész üzemmérnök a Bakonyi Erőmű ZRT Ajkai hőerőműjében. Tagja a Zöld Alternatíva Szövetségnek, így aktív környezetvédőként is ismert. Mivel a környezetvédelem az utóbbi időben háttérbe szorult Ajkán, ezért az ő szakértelmére is szüksége van a városnak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A képviselőjelöltek valamennyien a választókörzetük lakói. Ott élnek, így a választókörzetben, a választókerületben sokan ismerik, állandóan elérhetők. Ahogy látható, az élet különböző területein érkeznek, így szakértelmük fontos a város számára, szakmájuk, hivatásuk elismert képviselői. Úgy érzem, hogy ez egy jó csapat. Egy olyan csapat, amely képes az őszi önkormányzati választásokon legyőzni a jelenlegi városvezetést, képes átvenni a város irányítását, és képes a várost jól irányítani. Elsődleges feladatunk, hogy olyan pályázati pénzeket hozzunk a városba, amelyek munkahelyeket teremtenek, amelyek a gazdaságot élénkíti, így jó Ajka város lakói számára, jó a gazdálkodó szervezeteknek, jó a vállalatoknak, vállalkozóknak. Reményeink szerint sikerül ezeket a pályázati pénzeket elhozni, hiszen a kormány velünk van, a kormány a pártszövetséggel van, és a kormányzati pénzeket egészen biztos, hogy ez a pártszövetség könnyebben meghozza a város számára. Célunk tehát a kormánnyal való jó kapcsolat, és jó kapcsolat a megyei önkormányzattal is. Köztudott, hogy a megyei önkormányzatok szerepe átminősül a következő időszakban. A megyei önkormányzatoknak az lesz a feladatuk, hogy a település fejlesztéseket segítsék. Azt gondoljuk, hogy egy Fidesz-KDNP pártszövetség, egy Fidesz-KDNP vezette megye jól együtt fog tudni dolgozni a kormánnyal, és ez Veszprém megye javára is szolgál. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, engedjék meg, hogy átadjam a szót Táncsics Mihály, Táncsics Tamás képviselő úrnak. Köszönöm szépen. Üdvözlöm a sajtó képviselőit. Engedjék meg, hogy mint a KDNP helyi csoportjának az elnöke szólaljak meg. Mint hallhatták a polgármester jelöltünknek a bemutató szavait, az Ajkai KDNP 4 képviselőjelöltet küld gyakorlatilag ebbe a képviselőtestületbe. Legalábbis megpróbálkozunk vele, hogy 4 képviselője legyen az Ajkai KDNP-nek. Természetesen ez azt jelenti, és látható, hogy Ajkán is fontosak a kereszténydemokrata értékek, és ezt szeretnénk képviselni az elkövetkezendő képviselőtestület felállásában is. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a gazdasági és a keresztény értékek egymásra találjanak ebben a városban. Ez fontos erkölcsi szinten is ezt a vonalat végvinni, és nagyon fontos kiemelni azt, hogy a gazdasági érdekek mellett az erkölcsi értékek is legalább olyan fontosak és előremutatóak, hogy ez együtt testesüljön meg az elkövetkezendő képviselőtestület munkájában. Én úgy gondolom, hogy a bemutatott
jelöltek, mindegyike alkalmas arra, hogy képviseljék Ajka város bárhol, bárhova mennek, és ezért kérem önöket, választópolgárokat, hogy bátran támogassák és szavazzanak a Fidesz-KDNP jelöltjeire. Köszönöm szépen!